mondjak. Mai programot úgy szerveztük, ami két olyan létesítményről is szól, ami jól szimbolizálja azt, hogy mondjuk pont ebben a körzetben se sok mindenre lehet büszke a Fidesz, hogyha Európai Uniós fejlesztésekről és különböző projektekről beszélünk, hiszen a járóbeteg szakellátó rendelő sem most ebben az elmúlt 4 évben készült el, és a mögöttünk található kulturális központ, könyvtár, közösségi tér sem ennek a kormánynak köszönhető, bár nagyon lelkesen adták át ezeket, és minden nagyon büszkék voltak rá, és mutogatták, hogy hát ezt fogjuk, majd ilyeneket fogunk az országban még több helyütt csinálni. Hát jó lett volna, hogyha az elmúlt 4 évben ezt tették volna, hiszen a mi korábbi kormányzásunk idején döntöttek ezekről a projektekről, akkor döntöttek arról, hogy szükség van ezekre a forrásokra itt helyben. Éppen ezért el is indultak ezek a beruházások, és hát áthúzódtak, hogy ez normál esetben van egy következő kormánynak az időszakára. Tehát a kis stílűséget jól mutatja az, hogy természetesen amikor ezek a fejlesztések történtek, akkor megfeledkeztek arról, hogy nekik annyi közük volt hozzá, hogy effektíve befejezték azt, amit az előző kormány elkezdett. Ráadásul nem is túl jól csinálják, hiszen megnézzük az egész országban ezeket az uniós fejlesztéseket, akkor talán tetszetek róla hallani, hogy több mint 1000 milliárd forint sorsa még mindig függőben van, hiszen nem tudták elkölteni a rendelkezésre álló forrásokat, nem tudták kellő hatékonysággal felhasználni ezeket. Míg korábban a mi kormányzásunk idején valóban dobogós helyen szerepeltünk ezeknek az uniós forrásoknak a felhasználásában, hát ez a 4 éves kormányzás ezt is elrontotta. És miközben mindig azt halljuk, hogy egy csomó mindenre nincsen pénz, aközben ott, ahol ilyen hatalmas források állnak rendelkezésre, magyarországi fejlesztésekre, munkahelyteremtésre, vagy csak úgy általában az életminőség javítására, akkor bizony ez a kormány nem hogy azért dolgozna, hogy ezeket a forrásokat az utolsó eurocentig felhasználjuk, hanem tulajdonképpen megvonja a vállát, amikor egy-egy újabb 100 milliárdról derül ki, hogy Magyarország ezeket nem tudja kellő módon hatékonyan felhasználni. Úgyhogy